ezt. Tudnia kellett egy ifjúnak, hogy a 17. század végén, 18. század elején át szeretett volna utazni Magyarországon. A mai napon Tököli Imre és II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról lesz szó. A 17. században Zrínyi Miklós a Magyar Királyság egyik legjelentősebb személyisége volt. Hadvezér, politikus, hadíró, és ami jelentős, hogy nála az elméleti ismeretek gyakorlati tudással, gyakorlati tapasztalattal egészültek ki. Birtokai az Zrínyi családnak a Dunántúlon voltak, méghozzá a Dunántúl délnyugati részén, és ezért az Zrínyiek hagyományosan királyhűek voltak. A Habsburgok elfogadásának feltétele azonban számukra azt is jelentette, hogy a bécsi udvar tegyen meg mindent a török kiűzése érdekében. Tapasztalatai alapján azonban rájött, hogy a Habsburgok érdekei ütköznek a magyar érdekekkel, és így megfogalmazódott lassan-lassan Zrínyiben, hogy valójában mi lenne Magyarország célja, mi lenne a korszak hazafiainak a célja. Egy katonai és politikai önállóság kivívása és egy nemzeti hadsereg fölállítása. Ennek érdekében azonban a nemesség is áldozatokat kellett volna vállaljon, anyagilag is támogassa a hadsereg felállítását, és Zrínyi azt is látta, hogy mindez egy önálló nemzeti királyság felállítása nem lehetséges a korszak reális ismereteinek a tükrében, hanem a Habsburg birodalom keretén belül kellene valahogy az önállóságot kivívni. Ezért tudta, hogy át kellene alakítani a közigazgatást. Rendezni kéne a viszonyokat, politikai, társadalmi, közigazgatási viszonyokat Bécssel, és föl kellene állítani egy erős hadsereget, ami Zrínyi szerint békeidőben 12 000, háborúidőben 24 000 emberből állott volna. A három fő gondolata tehát az erős állam, egy jó uralkodó, és a harmadik az uralkodó körülvevő jó emberek, tapasztalt és képzett emberek megbecsülése. Ez volt a három fő gondolat az Zrínynek, ami szerinte segítette volna gondolatainak megvalósulását. 1661-ben Montecuccoli, császári generális, Erdélybe vezette a seregét, de valójában Erdély ellen vonult be seregével, mert elméletileg tehermentesítette volna az erdélyi területeket, gyakorlatban azonban megszállta Erdély egyik részét, és ameddig Zrínyi Csáktornyánál támadott a törökök ellen, és építeni kezdte Zrínyi újvárát, addig Montecuccoli, ahogy a török mozgolódott, visszavonult, és Nagyszőlőstől nem messze megállapodott seregével, és végignézték Kemény János verességét, aki a kicsiny erdélyi seregével nem tudta feltartóztatni a jóval nagyobb létszámú, erősebb török sereget. Zrínyi 1662-ben az országgyűlésen egységes fellépést sürgetett a törökök ellen, azonban Köprülű Ahmed nagyvezér Bécs ellen vonult. És a törökök nem a szokásos útvonalat követték, mint korábban, azaz a Dráva mentén indultak Bécs felé, hanem a Duna vonalán vonultak fel, és a igen esős nyár, a felázott utak lelassították a török hadseregnek a menetét, és éppen ezért 1663 nyarának a végén nem is érkeztek el Bécs alá, hanem Érsekújvárt ostromolták meg, 39 napig ostromolták Érsekújvárt, és közben a Pozsonynál állomásozó Habsburg haderő, császári katonaság végignézte mindezt, és megvárta, ameddig elesett Érsekújvár. Forgács Ádám a várkapitány igazán mindent megtett a vár megvédésének érdekében, a Habsburg hadsereg azonban megvárta, majd visszavonult Bécs alá. Zrínyi 1664-ben ennek ellenére téli hadjáratba kezdett, mert kinevezték Dunántúl főparancsnokává. 200 kilométerre behatolt török területre.
felégette az eszéki Dráva hídot, és ezért megteremtette Kanizsa ostromának feltételeit, hogy Kanizsa egy fontos török erősség volt abban az időben. Ennek híre ment Európába is, és létrejött a Rajnai Szövetség, aki csapatokat ígért, és más európai kolonás fiúk is gondolkoztak azon, hogy talán eljött az idő, hogy kiszorítsák a törököt Közép-Európából. Még Apafi Mihály erdélyi fejedelem is tárgyalásokat kezdett. Azonban Bécsben az uralkodó és az uralkodó körüli haditanács 6 hétig tanácskozott, 6 hétig nem jutottak el határozásra, hogy ugyan mit élők legyenek, közben a belgrádi pasa 60 ezres felmentő seregével megérkezett Kanizsa alá, és újraépítették a hidat is, úgyhogy a Zrínyi által megteremtett előnyös feltételekkel nem tudott élni a keresztény fél. A külföldi csapatok ezt látván visszavonultak, és Monte Cuccoli kiürítette Zrínyi újvárat, amit közben felépült, nem csak hogy kiürítették, hanem a császáriak fel is robbantották Zrínyi újvárat. Nagyon érdekes és nagyon jellemző, hogy Zrínyi Miklós Bécsbe rendelték, ahol ünnepelték, de közben leváltották a Dunántúl főkapitányi tisztségéről. A császári csapatok tovább vonultak vissza nyugat felé, azonban Szent Gotthárdnál, a folyó gázlójánál győztes csatást vívtak a törökök ellen, és ennek megint óriási vízhangja volt, főleg Magyarországon látták, hogy talán elérkezett az az idő, amikor a török ellen fordul végre egyszer a Habsburg had is, de utána óriási csalódást okozott, hogy 1664. augusztusában a Habsburgok megkötötték a törökökkel a vasvári békét, amiben annak ellenére, hogy ők megnyerték, a keresztény fél megnyerte a csatát, 20 évre elismerték a törökök összes korábbi hódítását, és dolgok jó végeztével visszatértek Bécsbe. Így jött létre a felvidéken az utolsó, legészakabbra fekvő érsekújvári török királyát. Ez a tett, a vasvári béke óriási és jogos felháborodást keltett Magyarországon. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Habsburgok érdekei teljesen mások, mint a magyarok érdekei, és ez még nyilvánvalóvá vált akkor, amikor novemberben Zrínyi Miklóst egy fölöttébb furcsa vadász baleset érte, egy vadkan halálra sebezte. Azóta is a magyar nyelvben az orgyilkosra néha használják a vadkan szót, hiszen tudjuk, hogy egy-két vadkant felbérelni jó pénzért mindig lehet. Szervezkedés indult az országban, hogy akár a török fennhatóságot, erdélyi típusú fennhatóságot vállalván is csak megszabaduljanak a Habsburgoktól, és a szervezkedés élére Veselényi Ferenc nádor, Lippai György érsek és Nádasdy Ferenc országbíró állt. Erdélyi közvetítéssel tárgyalni kezdtek a törökökkel, és annak feltételével, hogy a törökök tiszteletben tartják a rendi alkotmányt, a szabad királyválasztást, és a magyarok soha nem kell katonai segítséget adjanak a törököknek különböző hadjáratalikhoz, vállalták volna a török fennhatóságot és adófizetést. Azonban Lippai és Veselényi nem sokára meghalt, az új nemzedék Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc és első Rákóczi Ferenc vezetésével azonban nem volt olyan körültekintő, nem volt olyan tapasztalt. A szervezkedést nagyon hamar felismerték Bécsben, hiába próbáltak utána visszalépni. A francia és török segítség elmaradt, és a törvényes menetet mellőzve, törvényes jogi menetet és formaságokat mellőzve Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet 13 más magyar főúrral, arisztokratával kivégeztek. 1673-tól első Lipót most már nyílt abszolutizmust akar bevezetni Magyarországon. Nem töltötték Barnádovi tisztséget, nem hívták össze az országgyűlést. Magyarország vezetésére egy guberniumot hoztak létre, ami 4 német és 3 magyar tanácsnokból állott, és szélnek eresztették az egész magyar katonaságot, a végváriakat. Magyarország idegen katonai megszállás alá került, a jobbágyoknak az adóját 20-szorosára növelték, kivetettek fogyasztási és fejadókat,
megkezdték az erőszakos ellenreformációt, és ennek keretében 730 prédikátort, protestáns prédikátort tartóztattak le, és ítéltek el bányamunkától kezdve gályarabságra, és a 730 prédikátorból 40 Velence kikötőjében aztán egy holland admirális szabadított, egy Ruyter admirális, aki a parancsot adott a holland hadihajóknak, hogy szegezzék ágyúikat az osztrák gályákra, hogyha nem engedik szabadon az ott fogvatartott és gályarabként kényszermunkára ítélt református prédikátorokat. Nyilvánvalóvá vált 1670-es évek elejére, hogy a Habsburgok Magyarországot úgy akarják kezelni, mint egy örökös tartományt, mellőzve minden történelmi hagyományt, törvényt és rendet. Már 1672-ben igen sok menekült megy Erdélybe. Legtöbben ezek közül bújdosó katonák, akiket Apafi Mihály fejedelem barátságosan fogad, befogadja őket, támogatja ezeket a bújdosókat, és a Tököli Imre vezette szabadságharcnak az első szakasza valójában úgy zajlott le, hogy ő nem is volt ott, hiszen 1672-ben ezek a bújdosok, mondom, jó részt végvári katonák, egészen a szepességig hatolnak, átvágják magukat a császári ezredeken, de nincs utánpótlásuk, nincsen egy tapasztalt és tehetséges vezetőjük, illetve a vallási széthúzás miatt köztük is különbözők vannak, és ezért amiután a szepességi katonnak, a császári katonaság kiszorítja őket, visszakergetik őket. Azonban újból támadnak, és Erdélyben is nőtt a Habsburg ellenesség, sőt francia és lengyel segítségben is reménykednek. Maga a francia érdeklődés ugyancsak megélénkült Kelet-Európa felé, és 1677-ben Varsóban kötnek egy szerződést a franciák, a lengyelek és az erdélyiek, és a franciák megígérik, hogy 100 000 tallérral és egy segítcsapattal segítik a magyar katonáknak, a bújdosóknak a szabadságharcát. 2000 francia meg is érkezett. 1678-ban aztán Tököli Imre állt a bújdosok élére. A támadása olyan erős volt, hogy a felvidéki bányavárosokat rövid úton elfoglalta, és csak Barcs-Szentkeresztnél tudták a császáriak, eléggé nyugaton van ezt, tudták megállítani Tököli csapatait, és 1680. januárjában Tököli Imrét főgenerálissá választották, aztán újból támadott, a Vág völgyében elérkeztek egész Morvaországig. És nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen Tököli követi részben Bocskainak a stratégiáját, átpróbálja a hadszínteret helyezni Magyarország területéről Morva vagy osztrák területekre, hiszen a magyarországi területek a korábbi háborúk miatt iszonyatosan lepusztultak, iszonyatosan szegények. 1680-ban Bécsben is megértik, és Isztambulban is megértik, hogy számolni kell, tárgyalni kell Tököli Imrével. Lipót, az erőszakos, abszolutisztikus elképzeléseket dédelgető uralkodó, és rájön, hogy Magyarországon engedményeket kell tegyen. Magyarok nélkül Magyarországon nem megy. És tulajdonképpen a Tököli szabadságharc jelentősége pont ez volt, hogy bár a végén ő is emigrációba kényszerül, és csapatai csatát vesztenek, de Bécs megérti, hogy Magyarországon magyarok nélkül nem lehet dönteni. Nem lehet dönteni, nem lehet gyarmatként kezelni az ő kényük kedvére, igenis itt vannak olyan hagyományok, törvények, amiket nem lehet mellőzni. A török porta sem szólt abba bele, hogy Erdély támogatta Tököli szabadságharcát, és Bécsnek a török követek úgy sugallták, hogy talán nem is biztos, hogy a magas porta meg akarja hosszabbítani a vasvári békét, és mindez arra késztette Lipót császárt, hogy körülbelül 20 év szünet után, 1681-ben Sopronban országgyűlést hívtak össze. És nagyon érdekes, hogy az országgyűlést össze kell hívják. Van egy 17. századi erdélyi közmondás, ami úgy szól, hogy egyik fegyver tartja hüvelyében a másikat. Ez klasszikus példája ennek, hogy ha Tököli kurucai nem harcoltak volna, akkor tovább folytatódott volna
az abszolutista törekvés a Habsburgok részéből. Az 1671 óta bevezetett adókat és adóhátralékokat eltörölték, visszahívták a végváriakat a magyar várakba, némi vallásszabadságot engedélyeztek Magyarországon, és ez volt igazán a szabadságharcnak az eredménye. Most az is érdekes, hogy a kurucok meg nem jelentek meg ezen az országban. Egyrészt bizalmatlanok voltak a német hitegetésekkel szemben, egy korabeli mondóka így szólt, hogy mennyire hittek ők a Habsburgok akár szóbeli, akár írott ígéreteiben is. Ez így szólt, ne higgy magyar a németnek, akármivel hitegetnek. Még ha áld is menlevelet, mint a kerek köpönyeget, és pecsétet is ütrejája, mint a holdnak karimája, nincsen abban semmi virtus, verje meg a Jézus Krisztus. Tehát körülbelül ennyire hittek a kurucok, akár a pecsétes német hitleveleknek is. Az is igaz, hogy Thököly azért a saját hatalmának a kiépítésén is dolgozott, és a rendi monarchiát szerette volna visszaállítani. Ebben a törökök is némileg bíztatták, hiszen nagy távlatokat villantott fel előtte a török követ, és bízva a magyar önállóság megteremtésében Thököliek felmondták a fegyverszünetet és folytatták a szabadságharcot. Nyilván a nemzetközi és magyarországi politikai viszonyok azonban nagyon zűrzavarosak voltak. A franciák sugallatára a Porta először Apafi Mihálynak felajánlotta, hogy legyen Magyarország fejedelme. Apafi Mihály erdélyi fejedelem nagyon bölcsen nem fogadta el. Ő vállalta és örült, hogy erdélyi fejedelme, de egy bizonytalan helyzetből nem akart bemenni, és az utolsó előadáson is említettem, hogy Apafi nem volt annyira teszetosza, gyenge uralkodó, mint ahogy az utókor az sokszor képzelte róla. Most is felismerte, hogy nem lesz jó, hogy elfogadja a magyarországi fejedelmi címet, erdélyi fejedelemségben megtarthatja pozícióját, nagyon jó a királyi Magyarországon levőknek is, hogy van egy hátterük, van egy háttérországuk, emlékezzünk Bocskainak a politikai végrendeletére. Ekkor viszont a törökök Thököly-hez fordultak, annál inkább, mert 1682-ben feleségül vette első Rákóczi Ferenc özvegyét, Zrínyi Ivonát. Ezáltal Magyarország leghatalmasabb birtokosává vált, és miután a törökök is támogatták, elfoglalta Kassát, elfoglalta Füleket, és Ibrahim Pasa elhozta neki a fejedelemmé való kinevezést. Az új területet, ahol Thököly fejedelem volt, Közép-Magyarországnak nevezték, törökül Orta Magyarnak, és évi 20 ezer adó fejében elismerte a török fennhatóságot. És ez a 20 ezer aranyadó, ez egy nagyon jelképes volt, hiszen Bethlen Gábornak a magánjövedelme évi 1,5 millió arany volt. Tehát igazán ez a 20 ezer, ez csak egy jelképes adó volt, azonban tény, hogy Thököly sorsa, így viszont a török birodalomhoz kötődött. Egy fejedelemnek adóztatni is kell, egy fejedelemnek mindig kell uralkodónak olyan intézkedéseket hozni, ami nem minden alattvalójának tetszik. És a korábbi nemesek, korábbi birtokosok, akik Lipót ellen pont azért lázadoztak, mert adókat vezetett be, most Thököly ellen lázadoznak, hiszen a rendek soha nem szerették a keménykezű fejedelmet. Ráadásul az erdélyi nehéz helyzet miatt, meg a francia, meg a lengyel külpolitikai helyzet miatt elmaradtak ezek a támogatások is, és csak a törökök tartottak ki Thököly Imre mellett. A törököknél viszont változás állt be mind a bel, mind a külpolitikában. Kara Mustafa, miután reformokat hajtott végre a török hadseregbe, 1683-ban, márciusában Bécs ellen vonult. Csatlakozott hozzá a tatárkán, Giráj, a krímikán, csatlakozott hozzá a két olávajda, a moldvai és a havasalföldi, és parancsot adott Apafinak is, és Thökölynek is, hogy szálljanak hadba, és vonuljanak Bécs ellen. Nagy riadalom lett a császárvárosban a török támadás hírére,
És annyi idejük volt, hogy a bécsi udvar megnyerte a bajor és a szász választófejedelem támogatását, de ennél még fontosabb volt a lengyelek támogatását, Szovjeszki János lengyel király támogatását, és 11. Ince pápa is segítséget ígért a Habsburgoknak. Lotaringiai Károly, a legtehetségesebb hadvezérünk, és Érsekújvárt körülzárta, evel próbálta elterelni a törökök figyelmét Bécs ostromától, azonban Kara Musztafát ez egyáltalán nem zavarta, és egyenesen Bécs ellen vonult. Dököli, ha csak tehette, Kurucai távol tartotta a hadműveletektől. Tehát ne kelljen részt vegyenek ezekbe a hadműveletekbe. Apafi is ezt a politikát választotta, inkább táborőrzést vállaltak, vagy utánpótlást, vagy fuvarozást, csak hogy ne kelljen a tényleges harcokban magyaroknak részt venni. Az udvar elmenekült Bécsből, a Habsburgok nem várták be a törököknek a megérkezését, Linzbe menekültek, és Starhemberg parancsnokra bízták Bécs védelmét. Megkezdődött az ostrom, és szeptemberben Szovjeszki János lengyel felmentő serege volt az, aki legyőzte a törököket, elkergette a tatárokat, a törökök tatárokat Bécs alól, és így a császárváros megmenekült. A lengyelek kergették a visszavonuló törököket, és még egy győztes csatát vívtak, nem messze Budapesttől, Esztergom mellett, Párkánynál, a Dunának a túlsó oldalán. A mai napig látható egy szép emlékmű, egy szobor, ami Szovjeszkinek és a lengyel seregnek állít emléket. Nyilvánvaló, hogy a bécsi veresség a törökök visszavonulását eredményezte, és elkezdődött török sereg, a török birodalom folyamatos kihátrálása Közép-Európából. Létrejött a Szent Liga, a török ellenes Szent Liga, több európai fejedelem és a Habsburg birodalom, illetve a pápa támogatásával, és 1684-ben volt az első ostrom, nem is annyira Buda ellen próbálkoztak, de az nem volt komoly, hanem Pestet ostromolták meg, amiben 8000 magyar katona is részt vett, de nem kaptak zsoldot, nem kaptak ennivalót, és aztán visszavonultak. Nem vettek részt az ostromban. Aztán a császári sereg is visszavonult. 1685-ben Lotaringiai Károly rövid ostrom után visszafoglalta Érsekújvárt, és Tököli Biharba szorult vissza. És itt követték el a törökök maguk részéről azt a stratégiai hibát, hogy a váradi pasa Vasra verette, letalatoztatta Tököli Imrét, gondolván, hogy a Habsburgokkal lepattált, akkor ott nem csak visszavonult, mert egyszerűen tért veszített. Ez azt eredményezte, hogy a kuruc hadak átálltak keresztény oldalra, és 1685 végére csak Munkács tartott ki, igaz, az hosszú ideig, egészen több mint egy évig Zrínyi Ilona vezetésével szembeszállt a császári ostromnak. 1686-ban viszont elkezdődött Kizil Elma, ahogy a törökök nevezték Budát, ostroma. 62.000 császári és 15.000 magyar katona vette ostrom alá Budát. Sáncokatástak körülkerítették, tüzérségi előkészítés után igen kemény ostromokra került sor. Magát a várat Abdulrahman pasa védte, vitézember volt, 70 éves volt akkor, és személyesen is részt vett a harcokban. A nagyvezír felmentő seregét visszaverték, aki próbált segítséget adni a várba, és itt nagy szerepe volt Bottyán János lovassági parancsnoknak, aki ekkor már generális, és nagyon érdekes Bottyán Jánosnak az élete. Mivel egy parasztlányt szeretett, szülei ellenezték a házasságát. Ezért áruhában beáll végvári vitéznek 16 éves korában. És első haditette az volt, amikor Érsekújvár még török kézen van, egy pénteki napon bemegy egy parasztnak öltözve a érsekújvári városba, és amiközben a müezin, muszlimokat hívja imára a minaret tetejéről, felballag a csiga lépcsőn, megfogja övénél fogva a müezin, és kivágja a torodból. Felhasználván az általános kavarodást, szép nyugodtan lemegy a csiga lépcsőn, kisétál a várkapun, illetve a városkapun, ott várják az emberei, fölveszi a vitézi gúnyát, és pár viadalra hívja ki a törököket. A körülbelül 6000-es védőseregből senki nem tudja kiállni. 6000 emberből Bottyán Jánossal senki nem mert kiállni.
Ez volt az első haditette, ami aztán azt eredményezte, hogy parancsnokká nevezték ki. Buda ostromakor már a lovasság, a magyar lovasság főparancsnoka. Augusztus 14-én, tehát Bottyán János visszaverik a nagyvezír felmentő seregét, és az általános ostrom szeptember 3-án volt. A várba elsőként Petneházi Dávid és Fiák János hajdúi hatoltak be. Abdi pasa, Görögöt szerették, nagyjából a mai Bécsi kapu térségében védte a várat, és szabjával a kezében esett el, és mai napig egy emlékmű, Rudának a várfalán egy emlékmű jelzi azt a helyet, ahol feltehetően meghalt Abdi pasa. Annak ellenére, hogy magyar katonák részt vettek Buda visszafoglalásában, és annak ellenére, hogy Petneházi Dávid hajdúi hatoltak be először, a császáriak később megint Lipót menesztette a magyar katonaságot, szélnek eresztették őket. Petneházi Dávidot pedig feltehetően megmérgezték. Holott már a birtok adományozási oklevelét Lipót császár alá is írta. Ez megmaradt. Hogy mégse kelljen a magyar vezérnek elismerni az érdemeit, mégse kellene birtokkal megajándékozni, adományozni, onnan feltehetőleg megmérgezték, mert az ostrom után való napokban hal meg igen furcsa körülmények között. 1688-ban aztán nagy keresztény ellentámadás indul a törökök ellen, Erdély császári katonák szállják meg, és ez a megszállás majd állandó lesz. 1690-ig mérhetetlen sarcot fizetnek az erdélyiek. Igaz, hogy 90-ig névlegesen Apafi Mihály még erdélyi fejedelme, halálával azonban gyakorlatilag megszűnik az erdélyi fejedelemség függetlensége. 1690-ben azonban Köprülű Mustafa, újabb nagyvezér, ellentámadásba rendül, és sok helyen visszakergeti a császáriakat, és ehhez kapcsolódik Tökölinek az utolsó haditette, az ernyesti győzelem. A déli Kárpátok úttalan útjain, hegyi hágókon. Magyar, tatár, török és oláh katonasággal átkel a déli Kárpátokon, ez helyenként 2500 méter. Tehát olyan ösvényeken mennek át, ahol hó van, meg ég van, lovassággal. Leereszkednek a császáriak elé pont, és Zernyesnél olyan gyors lovas rohammal rohanják le a császáriakat, hogy több gyalogezreden, sorgyalogezreden teljesen átvágják magukat, Teleki kancellára, félelmetes erdélyi Teleki kancellár is itt veszti életét ebben a csatában, és Heisler generálist is elfogják, császáriak nagy verességet szenvednek ekkor. Azonban ez a győzelem, az ernyesti győzelem nem változtatott a szabadságharc menetén, két dolgot ért el. És azért mondom ezeket, hogy elmenjünk, hogy két dolgot ért el, mert van egyfajta történetírói vélemény, hogy hát úgy is leverték, igaz. De volt értelme. Miért? Azért, mert eddig ez a császári haderő, amelyik megszállta Erdélyt és csak sarcolt, nem volt semmilyen jogi okmány, ami alapján Erdélyben tartózkodott. Nem szabályozta semmi a császári haderő ténykedését, az eleve ott tartózkodnak, semmi. Bethlen Miklós Bécsbe utazott, erdélyi arisztokrata, és azt javasolja Bécsnek, a Habsburgoknak, hogy ne legyen Erdély a leggyengébbik láncszem a birodalomban, ne legyen kitéve folytonosan a török csábításnak, mert íme most is átjöttek a hegyeken és legyőzték a császári hadsereget, Tököli, Kuncai és a törökök, ezért jogilag rendezzék Erdély státusát, és ekkor kiadják a Lipóti diplomát. A Lipóti diplomát, ami egyrészt törvényessé teszi Erdély hazug birodalomhoz való csatolását, de ugyanakkor nem enged szabad kezet a pusztításra és sarcolásra és a törvénytelen adóztatásra. Tehát szabályozza a helyzetet. Tehát volt értelme az ernyesti csatának. És még egy értelme volt, ez Zrínyi Ilona, akit Munkács Eleste óta letartóztattak, és ugye Bécs környékén őriztek, akárcsak a fiatal Rákóczi Ferencet és nővérét, szabadon enged. A már idős Zrínyi Ilonát, már idősödő Tököli, csak az, tehát azzal a feltétellel engedte szabadon Heisler generálist, hogyha Zrínyi Ilonát szabadon engedik a császáriak. Ezért
szabadult meg, és ezért tudta férjét követni Isztambulba, hiszen oda vonulnak vissza. Majd amikor Isztambulba Pest is járvány jön ki, akkor Anatóliába távoznak, Nikomédiába, és szerény, de méltó udvartartással aztán ott élnek egészen halálukig. Az 1697-es zentai győzelem azonban véglegessé tette azt, hogy a török napja leáldozott Magyarországon. 99-ben megkötötték a karlócai békét. Most itt is van egy érdekesség. A karlócai béke létrehozásában az isztambuli angol nagykövet játszott szerepet, William Page. Most miért érdekes számukra, főleg erdélyek számára? Ő aztán Erdélyen keresztül és Debrecenen keresztül utazik haza Angliába szárazföldön. Ritka dolog, hogy egy angol ember ne hajón utazzon, valami miatt nem szerette a hajózást, pedig angol, igazi angol arisztokrata. És Erdélyben tartózkodik egy ideig, és hozzá csatlakoznak erdélyi diákok, majd debreceni református diákok és erdélyi festők. Többek között Tobias Stranover, vagy szebeni, vagy segesvári, száz festő volt. És elmegy Londonba, ott tanul, és ott festik meg a 72 képest, vagy már Erdélybe festette, vagy aztán ott Londonba festi meg a 72 képes, úgymond erdélyi viseletalbumot. És ennek a címe Erdély különböző népeinek valóságos és igaz bemutatása, valóságos és igaz viselete. És ez a viseletalbum ábrázolja az erdélyi főnemestől kezdve az üstfoltozó cigányig, és az örmény kereskedőtől a nemesúr hajdujáig, és a rác kereskedő feleségétől az Oláhegyi pásztori Erdély összes népét, a jellemző foglalkozásokat, a sajátos viseletet egész pontosan részletekig. Hallatlan, páratlan forrása a korszak viseletének és fegyverzetének. Azonban a karlócai béke és a háború vége felbátorította a Habsburgokat, hogy Magyarország sorsával most már nyugodtabban tudnak rendelkezni. Annak ellenére, hogy a magyar rendek elképzelése ellenkezett Bécs elképzelésével. A rendek úgy képzelték, hogy a belső ügyekben övék a döntésjoga, hiszen Magyarország rendelkezik történeti alkotmánnyal. Középkor folyamán két országnak volt történeti alkotmánya. Az egyik az Anglia, a másik az Magyarország. Az angoloknak a Magna Carta Libertatum, föld nélküli János bocsájtotta ki, a másik az Arambulla. Tehát középkori történeti alkotmánya két államnak volt. Ez jogalapot szolgáltatott arra, hogy valóban belső ügyekben Magyarországon a magyar történeti alkotmány szerint történjen minden. Azon kívül Magyarországon volt szervezettség, voltak, mondjam úgy, kormányzati szervek, modern szóval, volt több száz éves hagyománnyal rendelkező közigazgatás, több száz éves hagyománnyal rendelkező törvénykezés. Hiszen maga Vergőc írja a hármas könyvet, amiben összegyűjti ugye a középkori, késő középkori jogokat, jogrendszert, kiadja a tripartitumot. És ennek ellenére Bécs újra abszolutista módon próbál uralkodni, és durva erőszakos módszereket vezet be. Az ürügy az, hogy ők fegyverrel üzték ki a törököt, és a magyarok nem segítették. Ami hazugság, nyilvánvaló hazugság, hiszen a nagyvezír felmentő seregét Bottyán János lovassága, jó rész Bottyán János lovassága, meg a rajnai vértesek verik vissza, nem pont a császári ezredek, azon kívül 15 ezer ember vesz részt Buda visszavívásában, és már említettem Petneházi Dávidot, akinek elsőnek hatolnak be Budára, és az a Petneházi Dávid Buda ostrom előtt ő győzte le az Egri pasa seregét. 60 térségében ő veri szét az Egri pasa seregét, és ő gyújtja fel kerekesen a törökök istállóit, meg színaraktárait. Ez a nagyon nagy csapás volt, mert nem tudják a lovakat élelmezni. De nyilvánvaló ez nem volt igaz, hogy a magyarok nem vettek részt a török kiűzésében, de a Habsburgok erre hivatkoztak, és Bécs 1699 után nem állította vissza a történeti Magyarország egységét. Szent István király országának egységét, a legdurvább az volt, hogy Erdélyt leválasztották.
Erdélyt leválasztották, gubernátort, kormányzót neveztek ki Erdély élére, de valóban egy katonai kormányzó vezette Erdélyt, és ezért van az, nagyon sok helyen nem magyarázzák meg, hogy 1848. márciusában, március 15-én, az a 12. pont, Unió Erdélyel. Azért kérik, mert a Habsburgok ekkor a török kiűzése után leválasztották. Közigazgatásilag leválasztották, ezért kérik 48. március 15-én unió, tehát a régi állapotok visszaállítását kérik. A Habsburgok intézkedései az egész magyar társadalmat sújtották. A szegény parasztoktól, jobbágyoktól egészen a nagybirtokos arisztokat. Létrehozták ugyanis az új szerzeményi bizottságot. Ez azt jelentette, hogy minden birtokos török hódoltság előtti okiratokkal kellett igazolja, hogy az az adott birtok az övé. Na most, az a rengeteg háború, rengeteg ostrom, ami elpusztította a hiteles helyeket is, például az egri püspökséget, a nagyváradi püspökséget, ahol úgy őrizték ezeket az okleveleket, a kalocsai érsekséget, nyilván egy csomó megsemmisült. Tehát ezek a birtokosok hiába tudták tanúkkal igazolni, hogy az a birtok az övéké, nem tudtak bemutatni régi oklevelet, császáriak elkobozták, míg külföldieknek egész megyényi területeket adományoztak. Létrehozták a fegyverváltság intézményét, ami azt jelentette, hogy minden magyar birtokos a birtok becsült értékének a 10%-át Bécsnek ki kellett fizesse. Egyrészt a magyar történeti alkotmány nem engedi meg a nemesi birtok adóztatását. Kettő. Arra hivatkoztak a Habsburgok, hogy azért már a magyarok nem vettek részt a török ellenes háborúba, ami hazugság volt, hiszen részt vettek. Növelték a városok és a parasztok adóterheit, új illetékeket vezettek be. A jobbágyokat legjobban terhelte a forspont és a porció. Forspont azt jelentette, hogy fuvarozniuk kellett ingyen a császári katonaságot. Szóval a diákjaimnak egyetemen azt mondom, és gondoljuk meg, ha beszállásolnának a mai háztartásunkba, mondjuk két felnőtt, két gyerek, beszállásolnának négy felnőtt katonát, ugyancsak megterhelni anyagilag a családot. Négy felnőtt ember etetése. Hát még ennek a négy felnőtt embernek a szállítása, most az előadás Budapesten van, el kellene szállítani őket Szegedre. Az azt jelenti, hogy saját autóval, saját benzinnel, annak idején saját szekérrel és saját lóval, a négy felnőtt katonát lefuvarozni Szegedre, közben etetni itatni őket. És utána a tulajdonos jöjjön vissza Budára. Azért mondom a diákjainak is mindig ezt a példát, hogy értsék meg, hogy mennyire megterhelte a háztartásokat. Azon kívül akár hónapokig etetni négy felnőtt embert. Akik ha nem azt kapják, amit kérnek, bizony ütnek hamar. Hiszen császári katonák. Ez volt a forspont és a porció. Beindult az erőszakos ellenreformáció, mint néhány évtizeddel korábban. A magyar katonákat megint szélne keresztül, kb. 10 000 végvári tapasztalt harcos kiűznek a váramból, és hogy mennyire magyar ellenes volt ez az intézkedés Bécsnek, a magyarokat kikergetik a váramból szélne keresztül, de létrehozzák a szerb határőrövezetet. Az azt jelentette, a szerb határőrövezet szerb katonái kollektív jogokat kapnak, nem adóznak, és saját önkormányzatuk van. Magyar végváriakat pedig megfosztják minden joguktól, és elkergetik őket. Elkezdődik a várrombolás, és ez az időszak, amikor a történelmi Magyarország legtöbb vára megsemmisül. Tudik, békeidőben történik, és oklevelek vannak a császári udvarban a tanácskozástól. A korabeli kamara, mondjuk úgy gazdasági minisztérium, a bécsi, azt mondta, hogy azon az állásponton volt, hogy nem kellene felrobbantani a magyar várakat, mert nagyon sokba kerül. Nagyon sok puskapor, nagyon sok hadmérnök, azon kívül tapasztalt bányászok kellenek, akik alá tudják aknázni és vájatokat tudnak fúrni. Viszont a hadügyminisztérium, a legfelsőbb parancsnokság amellett van, hogy a magyar várakat le kell rombolni. A végén a császár dönt, és idézem a oklevelet, hogy a döntést hogy hozták, végül a magyarok iránt érzett közös gyűlölet miatt megszavazták. Most szó szerint idéztem a határozatot. És elkezdődik a magyar várombolás.
a nem nagyobb településeken levő, vagy települések mellett levő várakat meghordják puskaporral és felrobbantják. Több mint 800 vár esik áldozatul. Több mint 800 várat robbantanak fel, elvileg békeidőben saját várait az uralkodó. Azon kívül a városlakók ellen pereket indítanak, felségsértési pereket, ezeket vérbíróságok hajtják végre. Nem csak 1945 után vagy 56 után voltak vérbíróságok, ennek előzményei vannak, és a leghírhettebb karaffa az eperjesi hóhér, aki rengeteg polgárt fej- és birtokvesztésre ítél. Az a korabeli neve, hogy az eperjesi hóhér, és jellemző, hogy legtöbb embert, akit kivégeznek, nem magyar, hanem német anyanyelvű. Tehát eperjesi száz polgárok, csak érzelmileg magyar érzelműek. És mindez alkotmánysértéssel párosul. Nem véletlen, hogy mindenre a törvénysértésre, túlkapásokra, amik az egész magyar társadalmat, a szegény jobbágytól a nagy birtokosig szembefordították a Habsburg udvarral, csakis egy újabb szabadságharc jelentette a megoldást, és ez volt második Rákóczi Ferenc szabadságharca. Nemzetközileg kiváló alkalom adódott, illetve segítette a Rákóczi szabadságharcot, hogy 1700-ban kitört a spanyol örökösödési háború. A spanyol trónra mind a bécsi Habsburgok, mind a párizsi francia király, francia dinasztia szeretett volna oda kerülni, hogy ő töltse be a spanyol királyi trónt. Azon kívül kitört a francia-bajor szövetséggel vívott háború a Habsburgok ellen. A rendi szervezkedés Magyarországon is megindult, leginkább Bercsényi Miklós vezetésével. És nem sokára megnyerték a fiatal Rákóczi Ferencet, a majdani második Rákóczi Ferencet, hogy álljon a felkelés élére. Neki a származása már olyan, hiszen gondoljuk meg, hogy a Zrínyiek, a Bátoriak és a Rákócziak vére folyik második Rákóczi Ferenc erejében, és gyerekkorában ott van munkácsos trovakor. Később aztán jeles iskolákba kerül, ahol ugye próbálják magyar ellenesnek nevelni, de ez nem sikerül a császáriaknak. Itáliában jár, tanul, Rómában lát, megismerkedik Európával, tehát egy széles látókörű tanult ember, több nyelvet beszél, majd, amikor nagykorúvá válik, sárosi főispán lesz belőle, megismerkedik a magyarországi valósággal, megismerkedik az itteni realitásokkal, és csatlakozik a szervezkedéshez, letartóztatják, majd a prósz származású Lehmann kapitán segítségével Bécsújhelyről megszökik, és Lengyelországba menekül. Itt éri őt Brezán várába, az a küldöttség, amit Esze Tamás vezetett 1703. májusán. Felkérik, hogy álljon a szabadságharc élére, a mozgalom élére. Rákóczi komoly megfontolás után vállalja, és cum deo pro patria et libertate feliratos zászlókat küld a felkelőknek, és kiáltványban fogalmazza meg, hogy mik az okok, amelyek a szabadságharc kitörésére vezetnek. Ez a híres kiáltvány, a brezáni kiáltvány úgy kezdődik, hogy kiújultak a híres magyar nemzet sebei. És felsorolja tételesen, hogy mik azok a törvénysértések, alkotmánysértések, ami miatt elkezdődik a szabadságharc. Kezdetben 6000 főből áll a serege, és inkább Szatmár, Bereg és Ugocsa térséke csatlakozik hozzá. Az első kunc csapatot még Dolhánál szétverték, de aztán Bercsényi áll a sereg élére, és Portezói már elérik Bécs határa. Egyesülni viszont nem sikerült a bajor és francia hadakkal, elég messze vannak azért tőle. Viszont érdekes, hogy a vetési pátensben Rákóczi már a jobbágy katonák családjait mentesíti az úrbéli szolgáltatások és közterhek alól, és Bercsényinek a győzelmei aztán csatlakozások sorát indítja el nagyon sok régebbi vitéz, aki a császári hadseregben, királyi hadseregben harcolt, átáll Rákóczihoz. És óriási szerencse a Kulusz sereg számára, hogy Bottyán János csatlakozik. Viszont addig még létrejött egy nagyon érdekes párbeszéd.
1703. novemberében Bottyán János még a császári hadseregnek a parancsnoka. Ocskai László, ugye Rákóczi Villáma, aki a korszak fene gyereke volt, kicsit tréfásan azt mondanám, hogy olyan, mint a Karib-tenger kalózai van a Jack Sparrow. Ocskai fiatal korában a törökök ellen harcol. Különböző kalandokba keveredik, egy ideig kénytelen átmenekülni a temesvári vilajok területére, egy ideig muzulmán lesz. Aztán visszaszökik magyar terület. Aztán részt vesz a spanyol örökösödési háborúban, 420-jával szétveri a franciákkal szemben levő ellenséget, sokszoros túlerőben levő ellenséget, de amikor visszatérnek a huszárjai, két szekér levágott fejjel, a francia tábornok rosszul lesz, és menesztik Ocskai. Ocskai akkor visszatér Magyarországra, és Rákóczi seregébe áll be, lovon fel tudott menni Várfalra. Ez nem tévedés, a katonai földeltelt zsákokat hordtak össze, odadobálták, mint egy ilyen lejtőt képezve. Az Ocskai képes volt felfutni ezen a lejtőn, és a Várfalon végig lovagolni, és úgy csandosni le a császáriakat. Óriási kerítéseket ugrott át, nem vett be a csapatába, csak ilyen ördöglovasokat. Úgy is hívták a korszakban ördöglovasokat, aki csak egy picit is kevésbé volt jó, mint ő, azt bevette, de aki már nagy sebrendekkel gyengébb lovas volt, még mindig nagyon jó lovasnak számított, de nem érte el azt a mércét, azt már nem is vette be a csapatába. Na. 1703. novemberében Zólyó vára alatt Ocskai László kihívja Bottyán Jánost. Először kopjával szállnak szembe, Bottyán János elmúlt 60 éves. Ocskai 22. Először kopjával rontanak egymásra, teljes vágtába, pajzs nélkül. Eltörik a két kopja. Akkor szabját rántanak, vágják egymást végkimerülésig, anélkül, hogy egyetlen sebesülés esne. És amikor már nagyon-nagyon fáradtak, akkor előveszik a lovassági pisztolyukat, és megfelelő távolságot kimérik egymás közt, és egymásra lőnek. Elsőnek lő Bottyán János. Mellközépen találja Ocskait, behorpad a mellvért, órán száján ömlik a vér, és elkezd ingadozni a nyeregbe. Majdnem lezuhan. Bottyán, gondolván, hogy mindjárt Ocskai le fog zuhanni, felemelkedik a nyeregben, és kihúzza magát. És ezért mindjárt mutatjuk a mellvértnél, hogy felemelkedett résztámad a hónajnál. Ocskai ekkor lő vissza, a golyó bemegy a mellvért hónaj kivágásánál, átmegy Bottyán testén, éppen egy picit éri a gerincet, a mellvért másik hónaj kivágásánál kimegy a golyó, utána mind a ketten leesnek alulról. Fél évig betegeskednek, de utána mind a kettő úgy felépül, hogy folytatják a szabadságharcot. A történet nem holmi legenda, az hadinaplók jegyezték fel, és több százan látták. 1703. novemberében volt ez Zólyó alatt. Szó volt itt a mellvértről, pisztolyokról. Vett föl a fegyvert, hiszen már ebben az időben nemesség jelképe, és a lovasság legfőbb fegyvere még a szabja, azonban a lovasságnál nagyon nagy a jelentősége a lovassági pisztolynak. Szeret föl magad. Mi általában hosszú csövű volt. Sajnos nem lőhetünk, mert beindul a füstriasztó. Sajnos nem lőhetünk, pedig kár. Ez a pisztoly eredeti. Ezt használták, 1672-ben készült Bécsben. Tehát ezt szó szerint használták, mint Tököli, mint Rákóczi szabadságharcában. És mi volt a lényege ennek a lovassági pisztolynak? Álljunk ide. Jobb hiány, mi melljük, hogy hogy használták ezeket. Pisztolyt vedd elő. Ez lovassági pisztoly, előtöltős, sima csövű, úgynevezett francia zárszerkezetű, vágókakasos, ütőkakasos pisztoly. A következőképpen lőttek vele. Függőleges helyzetre fogta a harcos,
És a loadingból, ugye angolul to load, tölteni. Magyarosan loadingnak hívták a töltéstáskát, kivette a lőkorszalút, mutasd. Nem tölthetjük be most a lőkort, de valóságban betöltötte a lőkort a fegyver csövébe. Visszahelyezte a loadingba a lőkorszalút. Fogott egy folytást, ami lehetett kenderkóc, puha bőrdarab, papír, és a folytást belehelyezte a csőbe, és a töltővesszővel lenyomta a folytást. Soha nem fogta a töltővesszőt a tenyerébe. Tehát így nem. Tehát így nem. Így csak rossz filmeken csinálják. Azért nem fogják soha úgy, hanem oldalról, két ujjal, mert hogyha a gyújtójukban a korábbi lövés miatt szunnyad egy szikra, az felrobbanthatja a lőport, amikor elkezdi folytani, és a töltővessző, mint egy nyílvessző lyukasztaná ki a tenyerét. Tehát lefolytotta, töltővesszőt visszahelyezte az ágyazat rájátába, betette a golyóbist a csőbe, a töltéstáskából kivette a golyóbist, behelyezte a csőbe, töltővesszővel két vonással leszorította, visszahelyezte az ágyazat vájatába a töltővesszőt, majd viszintes helyzetbe hozta a fegyvert, biztonsági állásba húzta a kakast, és a acélt előre billentette. Itt van a serpenyő. A töltéstáskából kivette a lőkorszalut, felporozta a serpenyőt, visszatette a töltéstáskába, hátra billentette az acélt, majd lövőkész állapotba húzta a kakast, és így mindenféle lőpor nélkül lőjegyet. Látszott a szikra. Ez a szikra lobbantotta volna fel a lőport a serpenyőbe, és a fellobbanó lőpor a gyújtójukon behatolt volna szúrólány formájába a lőkamrába, ott felrobbantotta volna a töltést, ami aztán kilőtte volna a golyót. Ami kilőtte volna a golyót. Na, így lőttek, a puskák is ugyanígy lőttek, csak hosszú volt a cső. Tehát meglehetősen hosszadalmas volt a folyamat, ezért általában a nyerekkábára két oldalt két pisztolyt is elhelyezte, bal és jobb oldalt, illetve esetleg egy kantáron lógott a harcosnak egy másik pisztolya. Lassan fordulj meg. Tehát itt van a szabjája és a pisztolya. Emeld fel a kezed. Itt van a töltéstáska, benne a lőporszalúval. Természetesen itt van a tarsója, a kése, és közelharc esetére szabját van, a szabjája. Lövés után, vagy ha nem sikerül a lövés. Meg olyan is előfordult. A pisztolyt közelharcban használták. Tehát nem roham előtt lőtték ki, mert szó volt a mellvértről. Most egy olyan bemutatót tartunk, ami egyedi. Még a mellvértemen valami kis hiba keletkezett. Ez egy kovácsolt mellvért, aki készítette, érdemes megemlíteni a nevét, Bánsági Máté Páncélkovács. Ő rekonstrukciókat készít. Ez egy 17. századi típusú, félig rákozott magyar huszármellvért. Már különböző előadásokon én már viseltem. Most előveszek egy szabját, ami ugyan nem korhű, de Magyarországon készült a török hadsereg számára. Súlya, formája törökös. Borotva éles harci éle van a szabjának. Megpróbálom átvágni vele a mellvértet. Valóban, csak hogy meglehessen, picit hogy meggyőződni, hogy borotva éles, éles és hegyes a szabja. Van egy repedés. De a repedés nyilván egy korábbi sérülés miatt következett, tehát nem vágtam át. Nagyon nagyot vágtam rá, repedés keletkezett, de nem tudtam átvágni. Most pedig megpróbálok beleszúrni. Egy picit patolta a hegye.
Nyilván harc közben nincs ilyen mód, mert az ellenfél is mozog. Tehát nem tud ilyen nyugodtan szúrni a harcos. Jellemző, hogy csúszik le. Éppen ezért a kurucoknak nagyon fontos fegyvere volt a fokosbalta vagy a csákányfokos. Először a fokával fog rásújtani. Valahogy próbálj, de ahol nincsen a remedés. Valószínű a repedés következtében tört be, de gondoljuk el, hogy szabjával nem tudtam átvágni, elrepett, illetve egy picit tudtam beleszúrni. Most pedig a cső a hegyes, csákányos részével. Tehát látszik, hogy alatta a zsákba is behatolt, eléggé rendesen. Emeld ki a csákányt. Tehát íme a mellvért, hogy mit okozott neki. Tehát szabjával igazán nem tudtam átvágni. Elrepett, nagyon komolyan edzett acélból készült, de milyen ütés lehetett, és ami még fokozza, hogy itt van ennek a pereme, ami erősített. És mégis. Na most ezért van az, hogy a kuruc hadseregben, a korszakban használták a különböző rövidnyelű csákányfokost, hosszú nyelű csákányfokos, magyar nem nagyon jól kifejezi. Ez a csákányos rész, ez a foka. Megpróbáltam meg erre félkézzelütni egyet. Tehát amit széles, erős szabjával nem tudtam átvágni, na, ezért volt félelmetes fegyver a kurucok kezében. Ezért látjuk nagyon sokszor metszeteken, hogy a kuruc harcosok kezében fokosbalta vagy csákányfokos van. A leghíresebb, Bezerédi Imre, kuruc ezeres kapitány csákányfokosa Nemzeti Múzeumban van kiállítva. Nyilván használtak másféle ütővágó eszközöket is. Ezek csákányok, tedd ide a csákányok. Harci csákányok vagy csákányfokosok. Ez pedig fokos balta, ez csákányos balta, de hegye is van. Ez egy újdonság. Kurucok használtak olyat is, aminek hegye van. Sokkal jobb, mert amikor megtörténik az a helyzet, hogy összecsapnak, aztán kezdődik olyan húzkodás, vagy a csavarás. Na most ő viszont, amikor én próbálok csavarni, egyszer előre szúr. Egyszerűen előre szúr, hegye van, és nagyon komolyan megsebez. Mert ugye eddig mutattunk már ilyen elvezetéseket, hogyha én próbálok szúrni, vagy fejvágást, soha nem ugye merre. Nem így. Így ketté vágnám. Gyilkos szándékkal lennék, kifent pengével, teljes erőmmel, 80 kilomat beadva, eltörni és utána súlyosan megsebezni. Ívesen. Most ráadásul hegye is van. Tehát alkalom adtál, egy elcsavarásnál, ilyenkor szúrhat. Pengekötést alkalmaz, oldalirányú csavarás van, és ilyenkor szúrhat. Tehát kurucok alkalmaztak már ilyet is. Nagyon érdekes, hogy a nagymajtényi fegyverletételt ábrázoló metszetet, a kurucok főparancsnoka egy ilyen közöttől. Nem véletlenül pont egy ilyen közöttől. Figyeljék majd meg, középen egy lovas, páncélos magyar lovas, földön lerakott zászlók és dobok, és pontosan a kurucok főparancsnoka egy ilyen heggyel ellátott csákányos baltát tesz pont a földre. Tehát ilyen a csákányos balták, fokos balták, és hogy miért,
hogyan használták, mindjárt most mondjuk is. Igen. 1704. A Dunántúlon jelentős sikereket érnek el a kurucok, viszont nem tudják megtartani. Nagyon jó a lovasság. Lerohanják a császáriakat, de nincs kellő utánpótlás, nincs kellő gyalogság, nincs kellő tűzérség. És emiatt sokszor nem tudják megtartani a területeket. Érsekújvárt például elfoglalják, Herbeville generális azonban Erdélybe sikerül császári segítséget vinnie. Igaz, hogy Károlyi Sándor meglehetősen kétes magatartása elősegíti azt. Tudni, soha nem támadja meg a császáriakat, amikor kelnek át a folyókon. A Vágon, a Tiszán, a Szamoson pedig akkor meg tudta volna támadni. Talán kimeríti az árulást is. 1705-ben a Széchenyi Országgyűlése, egy Magyarország rendi konföderációvá alakult, ami azt jelenti, hogy a státusok és rendek szövetsége alkotja az országot, és az uralkodó, az úgymond vezérlő fejedelem. Mellette 24 tagú szenátus és egy gazdasági tanács irányította az országot. 1705-ben Rabutin generális Erdélyben sikereket ér el, mellesleg a két olá vajda támogatta a császáriakat, főleg a havasalföldi vajda ellátta az dél-Erdélybe szorult császáriakat puskapóral meg élelmiszerrel, ezért a törökök aztán meg is saját zsinóroztatták. És a Rabutin elleni csatákra emlékezik a nagyenyedi két fűzfának a legendája, amiben a nagyenyedi diákok tettét meséli el, amikor kiverik a városból az ott fosztogató császáriakat. Bottyán 1705-ben a Dunántúlon sikereket ért el. Igaz, akkor az ő életét a mellvértje mentette meg, mert egy kartács csapódott a mellvértjének, és az megmentette. Valószínűleg elrepett, de nem hatott be a generális testébe. Majd két évvel később, Körmend alatt vívta Bezeréni Imre Orsik Antallal a híres párbaját, amikor a csákányfokost használta. Egész pontosan 1707. márciusában. Miután a császáriak csatát vesztettek Csobáncnál, vonultak vissza, és hogy késleltessék a visszavonulást, egy valóságos óriás volt Orsik Antal, császári ezredes, tudta, hogy Bezeréni szeret bajt hívni, párbajozni, hogy késleltesse a kuruc előre nyomulást, kihívta párbajra. Bezeréni büszkén vállalta, és abban egyeztek meg, hogy először pisztollyal lőnek egymásra, utána szabjával, illetve a császári karddal ront rá, egészen halálig, kis a szabja után lőfegyvert nem szabad alkalmazni, csak szúró, vágó, ütő, vágó. Na most a következőképpen zajlott le. Lovon vívta. Bezelédjének a nyerekkápáján volt a csákányfokos. Először pisztolyjal lőnek egymást. Lovon. Két hadsereg föláll. Játszanak a lóval, próbálják egymást kerülni, és először egymásra lőnek pisztolyjal. Nem találják el egymást. Pisztolyt vagy visszadobják, vagy ledobják, nem tudom. És utána mindkettő szabját, illetve kardot ránt. Orsik Antal valóságos óriás. Hihetetlen nagy a kardja. Egymásnak változnak. Akkor át vált Bezeredire. Bezeredinek tőből letörik a szabja pengéje. Ő egy középtermetű, de nagyon gyors volt. És képzeljük, hogy hogy tudott lovagolni, milyen lovagolt, és ő milyen gyors volt. Ugye a két ló vágtatott egymásnak. Letört a szabjára. Ameddig Orsik megfordul. Menj, Bezeredi a nyerekkápáról lekapja a csákány fokosát, ráfordul Orsikra, unnyak szinten csapja, hogy egyből megült. Orsiknak nem volt ideje megfordulni a lóval. Bezeredi az alatt az idő alatt, hogy eldobta a szabjacsonkot, már ráfordult, leakasztotta, belecsapott, pontosan nyak szinten ütötte, egyből megölte Orsikat.
Tudni kell, hogy Bezeréd Imre a világon a legtöbb párviadalt nyerte. Hadinaplók és jegyzőkönyvek tanúsága szerint Bezeréd Imre 72 párviadalt nyert. 72 párviadalt nyert. A legnagyobbnak tartott japán bajvívók Miyamoto Musashi 55-öt. Ráadásul Miyamoto Musashi csupán, most nem leértékre gondolt, csak japánnal vívott, Bezeréd pedig morvával, némettel, ráccal, törökkel, tatárral, kozákkal, modvaival, oláhhal és lamaccal. Tehát neki volt nehezebb dolga. Tudnélik, a japán csak japánnal vívott. Tehát hasonló támadó fegyver, hasonló védőfegyver, hasonló mozgáskultúra. Viszont, ameddig Bezeréd lehet, hogy márciusban csatázott egy császári dragonyos tiszttel, aki egyenes kardot használ, dragonyos sisakot, egyfajta védőfelszerelést, más típusú lova van, és lehet, hogy néhány hónapra rá, ugye a rácokkal kellett csatázon, akik Habsburg zsoldban vannak akkor, vagy hozzájuk csatlakozott törökkel. Ami más mozgáskultúra, más támadó és más védőfelszerelés. De neki volt nehezebb dolga. Ennek ellenére 72 párviadalt nyer, 28 éves korában megkivégzik. Miyamoto Musashi később békés öregkorában hal meg, 55-öt nyert. Mert valószínű lett volna még alkalma párviadalt nyerni Bezerédinek, 28 éves korában kivégezték. Tehát halálra ítéltek is kivégezték, úgyhogy többet ő nem tudott párbajt vívni, de addig is 72 párviadalt nyert meg. Ugyanebben az évben Pekli Lőrinc visszavette Erdélyt, Botján pedig visszaverte Rabuti és Tarhember támadásait a Dunántúlon. Viszont Károlyi Sándor okvetetlensége miatt, ami furcsa módon a Károlyiak magyar történelemben mindig rosszat okoznak, sok Károlyi, első világháború végére gondolok, a császáriak visszavették Erdélyt. Majd 1708-ban írta a kurucokat a trencséni vereség, tudnék, elkezdik a várost ostromolni, és meglepik őket a császáriak, ráadásul a csata elején Rákóczi lova megbotlik és leesik. Igaz, hogy megmentik, tehát nem hal meg, de a kurucok elveszítették a csatát. Béri Balog Ádám Kölesnél aztán 1708-ban legyőzte a császáriakat, de valójában gondoljuk meg, hogy Magyarország területe közel 40 éve hadszintér. Nehéz a mai embernek elképzelni, hogy 40 év folyamatos háború. Nyilván nem azt jelenti, hogy minden évben van háború, de sosincs béke. Magyarország területe immár 40 éve hadszintér. Nagy a szegénység, egyszerűen nincs utánpótlás, éhínség van, és belefáradtak az emberek a háborúzásba. Mindenki. És az új uralkodó, Első József, 1705 és 11 között volt uralkodó, első Habsburg József, tulajdonképpen tárgyalni szeretne, és ő is rájön arra, hogy Magyarországon a magyarok nélkül nem lehet kormányozni. És az 1710-es romhányi veresség, kurucok romhányi veressége után, bár ez is olyan furcsa veresség, sokszor előfordul, hogy a kurucok megnyerik a csatát, és utána elveszítik a csatát. Ez önmagában ellentmondás, de azért veszítik el, mert elkezdenek fosztogatni, torbézolni és berúgnak. Tudjuk, a romhányi csatában is a császáriak túlerőben vannak, a kuruc lovasság lerohanja a császáriakat, szétveri a vérteseket, beszorítják a vérteseket a mocsárba, a császári gyalogságban a kedvőkös mocsáron keresztül megfut. És akkor a kuruc gyalogság, aki hátrább van, megijedvén, hogy lekésik a zsákmányolásról, nem marad harcrendben, hanem előzönli a császári tábort. És elkezdik fosztogatni a császári tábort, igen hamar lerészedetnek. És a menekülő császári tisztek észreveszik, hogy a kurucoknál teljesen felbomlott a rend, sikerül visszafordítsák a csapataikat, rajta ütnek a részeg vagy fölrészeg kurucokon, és megfordítják a csatakimenetet. Tehát onnan több ilyen csata van a Rákóczi szabadságharcban, hogy első összecsapásban, rohamban legyőzik a császáriakat, majd egyszerűen nem tudnak a tisztek fegyelmet tartani,
Nem mentem őket, hogy 40 év háború, és ezek a katonák nagyon éhesek, se pénz, se posztó. Egy kurucének részletesen leírja, hogy kettőtől, hegyestől, foltozott dolmány, talp nélküli, kikérgesedett csizma. Tehát valamilyen szinten emberileg nem csodálkozom. Rögtön, ahogy élelmiszerhez jutnak, borhoz jutnak, elkezdenek enni. Viszont az elhúzódó háború mind a két félt tárgyalásra serkenti, és mind a Habsburgok, mind a magyar rendek rájönnek, hogy a politikai rendezés a jó, a fegyvernyugvás a jó, jobb a megegyezés, mint a mindkét fél számára elhúzódó háború. És József császár Pálffy János nevezi ki a magyarországi hadszíntér parancsnokának. És így magyar-magyarral tárgyal Szatmár térségében, egyrészt Károly Sándor, másrészt Pálffy János, és 1711 áprilisában megkötik a szatmári békét, és aztán májusában megtörténik a nagymajtényi fegyverletétel. Rákóczi ekkor Lengyelországban tartózkodott, megpróbálta Nagy Péter cár támogatását kérni a szabadságharc folytatásához. Na most a nagymajtényi fegyverletétel és a szatmári béke messziről nem olyan, mint 1848-49 utáni események. Ebben a fegyverletételben és a békében a Habsburg fél garantálja Magyarország alkotmányos különállóságát, garantálja a harcolók büntetlenségét és a birtokaik megmaradásával együtt, tehát összes kuruc katonának megmarad a birtoka, ha befejezik a csatározásokat. Elismerik a Rákóczi által adott adományokat és kiváltságokat, ez hallatlan dolog, hiszen elismerték a Rákóczinak az adományait és kiváltságait a császárnak. Engedélyezik a vallásszabadságot, a rendi sérelmek orvoslására összehívják a Magyarország gyűlést és a kurucok azzal az egy feltétellel, hogy elismerik József császárt uralkodónak, a fegyvereik megtartása mellett hazamehetnek, vagy rangjuk megtartásával beállhatnak a császári hadseregbe. Egyedül egy a feltétel, hogy el kell ismerjék tulajdonképpen a Habsburgoknak a királyi fenségét. Tehát Rákóczinak nem sikerült kivívnia a rendi függetlenségét, az ország függetlenségét, de aztán harmadik Károly, mert első József meghalt. 1712-ben a pozsonyi országgyűlésen törvény szerint magyar királlyá koronáztatja magát, esküdt tesz a magyar alkotmányra és az ország törvényeire, szabályosan koronázzák, nincs új szerzeményi bizottság, nincs fegyverváltság, van vallásszabadság. Megszűnik a forspont, megszűnik a porció. Tehát ha így nézzük, akkor a Rákóczi szabadsághoz sikeres. Ha úgy nézzük, hogy nem sikerült kivívni az állami függetlenséget, úgy nem sikeres. De a közvetlen okok, a korabeli okok, amik kiváltották, azok mind orvoslásra találtak a szabadságharc végén. Tehát tulajdonképpen volt értelme, Magyarországot nem tudták beolvasztani az örökös Habsburg tartományok közé. A magyar nemességet nem sikerült cseh lábra állítani, azaz kiirtani, teljesen mellőzni, és megmaradt a vallásszabadság is. Ráadásul később felállítják a magyar huszárságot, mint reguláris haderőt, sorozni csak magyar területről soroznak, a tisztjeik, a csapattisztjeik csak magyarok, és Bécsben is felállítják a magyar testőrséget, ami magyar nemességből áll. Azonban nem fejezhetjük be a Rákóczi szabadságharc történetét, egyrészt anélkül, hogy megemlékeznénk Rodostóról, Rákóczinak az emigrációjáról, hiszen a törökök befogadták, és Rodostóba adtak neki szállást, ahol Rákóczi megírta emlékiratait. Ha olvassuk, egy mélyen hívő, nagyon tépelődő, viszont hazáját nagyon szerető, becsületes ember képe bontakozik ebből ki. Tulajdonképpen gondol arra, hogy erdélyi fejedelmi címet, hogyha megkapta, amit meg is kapott a szabadságharc során, hiszen 1704-ben erdélyi fejedelemmé választották, törvény szerint,
Gondol arra, ha később megkapná az erdélyi fejedelmi címet, hogy folytathatná a szabadságharcot, erre reális lehetőség azonban már nem volt. És mindenféleképpen szólnék Mikes Kelemenről, testőrparancsnokáról, az íróról, a halálig hű Mikes Kelemenről, aki Törökországi Levelek című írásaiban örökítette meg a bujdosok életét. A Rákóczi szabadságharcnak még egy nemzetközi hatása volt. Európában mindent a szabadságharc után felállítják a huszárságot. A francia huszárság megteremtője Bercsényi László, Radki György, Eszterházi Antal és Eszterházi Bálint. Magyar mintára, magyar egyenruhával, magyar lószerszámmal állítják föl. Radki György 1734-ben francia tábornoki rangot kap, és Villars Márki úgy emlékezik meg emlékirataiban, ő a marsal, soha katonákat jobban harcolni nem látott, mint ezeket a magyar huszárokat, bárcsak az ő katonái ilyen szellemmel bírnának. Bercsényi László, ő mentette meg fiatal korában Trencsénnél Rákóczit, amikor leesik a lováról, Franciaország marsaljaként hal meg. 1914-ig áll az első francia huszárezred, illetve nem első, 34. francia huszárezred, de amikor megszűnik a lovasság, akkor az első francia ejtőernyős ezred, ami követi a huszár hagyományokat, az elnevezés ennek az ezrednek Bercsényi László első francia ejtőernyős ezred. Oroszország. Porosz huszárságot Werner Pál, Dabaszi Halász Zsigmond és Székely Mihály alapította. Mindannyian tábornoki rangot kaptak a orosz hadseregben. Az orosz huszárságot Máriási Ádám, korábban Kurucz főhadnagy alapította, ő is tábornokként hal meg, Péter cár barátjaként, és nem közvetlenül a szabadságharc után, később az Amerikai Egyesült Államok lovasságát Kovács Mihály, karcagi születésű magyar huszárezredes alapítja, a Kapitóliumban emléktábla van róla, és azt írja a kapitóliumi emléktábla Kovács Mihályról, hogy az amerikai lovasság alapító atya. Founder father, angolul. És a 18. század első felében még felváltva használják Nyugat-Európában a huszár, illetve a kuruc elnevezést. Utalván erre is, hogy mindenütt kurucok alapították meg az európai, különböző európai országban a huszárezredet. Igen. És szabjelátással tisztelünk kurucok előtt és minden hazáját szerető ember előtt. Fegyverre Ráfoz, fegyverre tisztelt legy. Fegyverre Ráfoz, fegyverre Hüvely. Be. Köszönöm.